Éppen egy héttel ezelőtt már az utolsó simítások zajlottak Kazincz Barcika legújabb köztéri alkotásán. Szőke Gábor Miklós szobrász művész és csapata azon dolgozott, hogy kiszínesedjen a monumentális kerékpáros szobor. Az elmúlt két hónapban feszített ütemben haladtunk a szoborral, elkészült maga a szobor plasztikai kialakítása, tehát minden zárt szelvény a helyére került. Nagyjából úgy számoltuk, hogy több mint 16 ezer zárt szelvényt hegesztettünk fel rá, úgyhogy tényleg nagy munka volt ez a fizikai része is, és most kezdjük el a szobornak a felületkezelését, úgyhogy most kap szint a szobor, és hamarosan szállításra kész állapotba kerül. Május 6-án pedig négy keréken érkezett Kazincz Barcikára a szobor alsó része. A körforgalomban már a szerelőtím, a terelést segítő rendőrök és érdeklődők várták, hogy a suhanó bringás elfoglalja végső helyét. Még most van folyamatban a beemelés, most érkezett meg az alja, a felső rész az ott látható. Szerintem a legjobb helyre kerül ez a szobor, hiszen itt fognak elhaladni a versenyzők a csütörtöki napon. Úgyhogy valószínűleg én is itt leszek a körforgalom közelében. Kampók, csavarok és hevederek centiméterről centiméterre kerültek a helyükre, majd befordult a végső kanyarba az acélbiciklis kerékpárja. Itt van egy betonalap, van benne négy darab rozsdamentes nagy vastag korong, ami le van betonozva lábakkal, és igazából ahhoz hegesztjük hozzá a kerékpárosnak a tartó szerkezetét. Volt, aki Putnokról érkezett, hogy lássa, és a családjának is közvetítse az eseményeket. Bámulatos lesz. Amúgy is szeretem a sportot, kerékpárt. Imádom ezt. Már most tetszik. Most tetszik. Küldöm a fényképeket a fiamnak, édesanyámnak, a lányaimnak, majd délután, amikor suliból hazaérkeznek, akkor fogják megnézni, úgyhogy alig várjuk, hogy ezt ők is kiessenek megnézni élőben. Ugye ők is készülnek, az iskolával mennek majd ki a Castello cukrászdához, úgyhogy egy nagyon jó programot találtak ki. És Barcika ezzel, hogy a turdalmit ide tudja hozni, már sok-sok éven keresztül ezzel egy óriási reklámosabb Magyar TV, M4, akkor a Eurosport is, Eurosport is adja, úgy tudom, úgyhogy hát ez egy jó ötlet, ez is le a kalappal a város előtt. Közben megérkezett a szobor felső része is a körforgalomba, ami szintén daruval került a helyére. Aztán következett a csavarozás. És az utolsó simítások. Kicsit kevesebb, mint fél év volt erre a szobor projektre, úgyhogy nagyon megfeszített tempóval, de annál nagyobb izgalommal készült a mögöttünk látható Tour de Hongrie szobor, aminek az a különlegessége, hogy ez több mint 16 ezer rozsdamentes acél zárt szelvényből épül össze, és gyakorlatilag egy statikus szobor, egy mozgás jelenít meg. Az alkotó Szőke Gábor Miklós egy olyan szobrot képzelt el, amelyik izgalmas látnivalót kínál. Érkezzünk bármelyik égtáj felől autóval, vagy gyalogosan. Maga a szobor a színes, vízszintes elemek suhanna, mint egy ilyen suhanás lenne, vagy mint egy ilyen hosszú exponálásos fényképet látnánk így. Tehát gyakorlatilag a folyamatot ábrázolja a szobor, nem a folyamatnak egy pillanatát, hanem a több folyamat van összerakva gyakorlatilag, és ennek a háttere pedig egy ilyen abszolút tájháttér ebből a szemszögből, de onnan például maga a város, tehát ez is szándékos volt. Tehát valószínűleg, hogy nem a körforgalom közepén van, mert hát már olyan szobron van Barcikán, úgyhogy ez most a körforgalom szélén van, ami ráadásul a biciklisnek a dinamikájához nagyon sokat hozzátesz. Tehát, mint hogyha ő is része lenne a vérkeringésnek, a forgalomnak, és itt ezt az ívet éppen bevenni, be is dől, tehát egy ilyen minél inkább a mozgásra, a dinamizmusra, és ennek a folyamatnak az ábrázolására fektettem a hangsúlyt. A Tour de Hongrie című alkotás mostantól Color City színes szoborparkját díszíti. Kazincz Barcika második legnagyobb körforgalmával egy nagyon impozáns, igazi formabontó Color City-s alkotás érkezett meg. Én azt gondolom, nagyon boldog az egész város, hiszen nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy nagyon örülnek, hogy Kazincz Barcika szintén egyik határában egy ilyen gyönyörű szép Szőke Gábor Miklós alkotás fogja díszíteni a körforgalmat. A Tour de Hongriet amúgy is imádják a Kazincz Barcikaiak, hiszen a magyar kerékpáros körverseny már több mint egy évtizede folyamatosan évről évre.
amikor a keleti országrészben kerül megrendezésre a verseny, akkor mindig visszalátogat, a korábbi évtizedekben is volt ez így, most pedig igen sűrű, hiszen gyakorlatilag két évente itt vannak a világ legjobb versenyzői. Az Attila úti körforgalomban mostantól ez a színes és dinamikus szobor fogadja majd a közlekedőket.